Igen, látom, visszajött. Akkor is most már. Tanulás egyébként lehet a többek között a elesett katonák emlékére, most Izraelben most emlékeznek meg róluk, meg akik a terrorcselekményekben estek el. Igen, egyik illető kérdezte tőlem, hogy megküldje a kódot, vagy mind lehetnél Jeruzsálembe, hogy mi történik, mondom, pontosan ebben az időben van egy ilyen konzultáció, de mondom, hogy ha te azt nézni akarod, akkor, akkor mondom, akkor belépek, de Jó. szerintem az... Elindítottam a vételt egyébként. Akkor, Jó. akkor a Csináljuk ezt. Itt az a 9-es pont, ahol folytatjuk. Arról volt szó a múltkor, hogy, hogyha sós, vagy nagyon sós étel, vagy hát valamennyire sós étel hozzáért, tehát volt egy sós sajt, tehát mondjuk egy sajt és egy hús összeért, és akkor milyen esetek vannak? Egyrészt, ha teljesen szárazak, akkor az a legegyszerűbb dolog, mert ahhoz, hogy az íz átadódjon, ahhoz az kell, hogy valamilyen zsírosság legyen. És még egy dolgot, még egy fontos dolog, hogy a sós étel az, ami adja át az ízt, és akkor beszéltünk a különböző szintű zsírosságról, meg sóságról, és azt láttuk, hogy le kellett a végén hámozni Igen, levágni a részt. Ugye, ahol érintkeztek, egy fehényit mindenképpen le kellett vágni. Vannak esetek, amikor az egész darab hús, vagy az egész darab sajt kell dobni. És most akkor itt folytatjuk, hogy amikor szigorítottunk a tórai tilalom esetén, akkor szigorítottunk, amikor Kozes Echmanu Beisur de Orajta Bemakom Sénhev Szedmerugba, hogyha nincs nagy anyagi veszteség, akkor szigorítottunk, amikor tórai tilalomról a veszélye forog fenn. A Vábe Makom Szedmerugba, de ha valaki egy nagy anyagi vesztesége lenne, akkor ez mind a rabbi döntésétől függ. Tehát egy rabbi, aki ismeri a helyzetet, ismeri a személyt, akiről szó van, hogy mennyire sínylené meg az, hogy ki kéne dobni ezt a kaját. Tehát im le firre ott éne hamore hora a malakodáj kakus, bocsánat, ez amit előbb mondtam, ezt még nem ezt mondta, ezt most csak így zárójelben mondtam. Amit ő mond itt a könyvben az, hogyha a rabbi vélem látszem, vagy hát ő úgy ítéli meg a dolgot, hogy a sós ételdarab az egyértelműen sovány. Például jól megnézte ezt a húsdarabot, és látta, hogy egyáltalán semmi zsírosság nincs benne, akkor hagyatkozunk arra, erre a vízvizsgálatra, amit most elvégzett, és ez a húsdarab nem fogja a sajtot eltérfezni, csak egy hényi vastagságig. Az, hogy a gazdagság az energia hátterét ítéli meg, azt rosszul mondtam, mert nem ezt mondta. Nem azt nézi meg, hogy mennyire sovány a sajt. Behéhán se a hasás lészúr, drabanábivár. Ez, amikor tórai tilalom van. Hogyha alapból csak rabinikus tilalom veszélye forog fent, például, hogyha csirkehúsról van szó, és nem marhahúsról, ami csak rabinikus tilalom, baszár off meluach, tehát egy sós csirkehús darab hozzáért a sajthoz. Ó, a filubba szár behemán meluach, még akkor is, hogyha marhahúsról beszélünk, ami hozzáért a sajthoz, de én nem omdim od lebisult, de már megfőzni ezt nem fogják. Sáma, tehát ugye mikor van tórai tilalom? Hát a marhahús esetében marhahús és teljes étel, főzés az tórai tilalom. A csirkehús az csak rabbinikus. Hogyha semmilyen főzés nem lesz, csak egyszerűen összeérne, akkor még ha marhahús is, akkor sincs tórai tilalom. Hát ugye tóra nem tiltja azt, hogy csak bőcsönyítették hozzá, hogy mondjuk
például egy olyan szendvicset tegyen valaki, amiben hidegen beletettek hidegen szalámit és hidegen sajtot, akkor az tórajtilalom, ez nem, ez nem, nem ütközik tórajtilalomba. Tehát ha ezt nem fogják megfogni, sem a filmben, amikor hefszed, bilvád, akkor még ha csak azt mondjuk, hogy hefszed, és nem azt mondjuk, amit előbb mondtam, hogy hefszed, merú be, tehát nagy anyagi veszteség, hanem elég az, hogy annál kisebb, tehát nem nagy, nagy hanem anyagi veszteség esetén, bilvád, szabkinan, ábrikát hamore, akkor szab, hagyatkozunk arra, hogy a rabbi megnézte, hogy tényleg sovány ez a hús, sebaszár vajdaik a hús, be én orszer, elekedék klipa. Ebben esetben tényleg csak egy hényi vastagság az, ami tiltottá válik. Míg folytatjuk a judnál, az achronim, tehát a későbbi, késői nemzedékeknek a bölcsei szerint, közülök egyesek szerint, ilyesmi se ketáv, de mássák, és már nulla hús se én annó, bikin láb, finben sem ennek a hús, de davkak sem alóak, ke én sem alkino, legdere. Tehát ugye volt arról szó, hogy a zsíros hús, vagy a zsíros étel az mindig, hogy azt láttuk, hogy a szigorú, mert az adja át az ízt. Az segíti elő az, hogy az ízátadás az megtörténik a két darab kaja között. És azt mondtuk, hogy nem vagyunk mi szakértőjének, hogy mi az igazi, mi az, ami sovány, és mi az, ami száraz. Tehát mi, hogy nem tudjuk megítélni, hogy mi a határ, ezért inkább szigorítunk, és alapból mindent úgy veszünk, mintha zsíros lenne. És erre azt mondja, ez olyan esetben mondjuk, hogy nem vagyunk szakértői és szigorítunk, amikor zedávkák sem maluak, ke én sem mondok, hogy annyira van besózva a sós étel, mint amikor tehát kaserolás céljából csinálják, a vábe maluak be siúr sem muát sem lihálecid, de hogyha annál kevésbé sózzák be, vagyis csak annyira, hogyha most sós húst akarsz sütni, mit akarsz sütni, sós húst akarsz sütni, akkor csak annyira sóztad be, akkor ilyen esetben ne szigorítsunk még, tehát ez is enyhe dolog, hogy nincs annyira besózva, és akkor a akkor imnir elejni a morehorás a máhákadus. Tehát ebben esetben, amikor látja a rabbi, hogy sovány az étel, ja, holismok, akkor hagyatkozhat arra, hogy az ebbe én azt, akkor elfogadta, azt mondhatja, hogy oké, ez elég az, hogy most ez sovány, ez a húsdarab, és ezért nem fogjuk tréflizetnek tekinteni azt a sajtot, ami ezt hozzáért. Tehát csak egy hényit kell levenni belőle. Tehát egyrészt a sósságnál is mondtuk azt, hogy nem vagyunk szakértők, és inkább szigorodunk meg a zsírosságnál is. De most azt mondja legalább és egyes vélemények szerint, hogyha bár nem vagyunk szakértők, de átarabb, ez sovány, és a sósság sincs, azt is tudjuk, hogy nincs nagyon besózva, csak annyira, amennyire a húsütéshez kell, akkor így azért nem mondjuk már kétszer azt, hogy tehát nem szigorítsunk ilyen duplán, hogy ebben is szigorítunk meg abban is. Ilyen esetben könnyíthetünk. Ha rabbi úgy ítéli meg, hogy sovány ez a hús. A filmben a komhásás iszúdalá, de ha most ilyen eset van, amit most mondtunk, akkor még a rabbi, amikor még tóra esetben is könnyíthetünk. Tehát egyértelműen sovány a hús, és nem volt nagyon besózva, és marhahúsról van szó mondjuk, tehát tóretilom feszi a forogna fönn, de könnyítünk, mert azért ez tényleg igazából szóval úgy nem kell szigorítani, mert távol vagyunk attól, hogy a tóretilom megszegjék. Támol, de kolmasánu most mondja az okát ennek, hogy miért könnyítünk. Támol, de kolmasánu machmirin bichlalli szúr milichab és júr milichab Ciharézre, misum, hasas, sema, én annak be kémbesül, én onnan hármechamat mikó. Tehát az, hogy alapvetően mindig szigorítunk a sóságot megítélendően, még olyan sóság esetében is azt mondjuk, hogy, az, hogy ezt sósnak tekintjük, tehát forrónak tekintjük, még akkor is, hogyha csak annyira van besózva a hús, hogy
nyárson sütése, vagy grillezésre besózta valaki húst. Ez azért van, hogy szigorítunk, mert azért szigorítunk, mert talán nem vagyunk szakértői annak, hogy igazából hol húzódik a sósság határa. Hogy mi számít annyira sósnak, hogy nem etjük meg a sósága miatt. Most is beállunk le ebbe Safe Bet, hogy ezt meg ki lehet fejfe a Safe Bet, mert a második paragrafusban vele. Ezért szigorítunk mindkét irányba. Tehát egyrészt a sós, kicsit sós, azt mondjuk, hogy nagyon sós, és a zsírosságra is azt mondjuk, hogy oké, lesz, nem egyértelmű számukra, hogy ez sovány, vagy zsíros, akkor azt mondjuk rá, hogy zsíros. Tehát nem kell mind a két irányból szigorítani, most ezt mondja ez alapján, a vélemény alapján. Jó, akkor Jud Alef. Na fálba szermulak le meát halál, mit a fel. Sós hús beleesett kevés tejbe, és kevés sótlan tejbe. Ráadásul. A fel szó, te lámed az azt mondta, hogy sótlan. A baszárnál egy szárkuló. Akkor ebben az esetben az egész hús darab tréflinek számít. Tehát a hús beesett a tejbe, akkor az egészet tréflinek számítjuk, mert talán ez ennek az az oka, de kíváncsi, hogy a halál mozzel szalul, mivel hogy a tej az egy folyadék, ilyen tiszta folyadék, tehát szalul, vagyis kíváncsi, hogy a halál mozzel szalul, húni blá miad. Tehát nincsenek benne darabok, ez egy olyan tiszta folyadék, ami sima, tehát nincsenek benne rögök, vagy ilyen, tehát nagyon folyékony dolog ez a teljes, és könnyen elnyelődhet. Az egész hús darabba elnyelődik az a tej. Tehát a húsnak vannak pórusai, az egy ugye, természetes tehát egy hús az nem egy ilyen műanyag, hanem egy élő állat volt előtte, és ott vannak ilyen pórusok. Ez el fog nyelődni benne. Univlámiád kolabaszás, tehát az egész húsban nyelődik, mennyit vannak ezek a pórusok. A sóság miatt vannak nyitva a pórusok, azt mondja. Áhim ne felhábbászál lehár béhalál, de hogyha ez volt akkor, amikor kevés tejbe esett bele, de mi van akkor, hogyha sok tejbe esett bele? Ribúja halál, mert a tej miád, et koha melech. Tehát sok tej, az mindjárt semmisnek fogja nyilvánítani, mert a tej miád, et koha melech. A sóság erejét, tehát a sóság, amire azt mondjuk, hogy ez egy olyan, mint hogyha forrónak számítani, és ízátadásban segít. Tehát, ha nagy mennyiségű tejbe esett, akkor ez mind semmisé válik. De ha van, kedeha. Azért, mert elég is el lett mosva. Hát kívül volt a só a húsdarabon, beesett a tejbe, most lemosta a tej a húsról a sózéteget. Uve kol echad ne szár a szárkedék ripa. Hogy hol tehát a hús darab egy hényi mélységig abba is behatolt az íz, és ezért egy hényit le kell bele vágni, mert amíg tehát amíg a sóság ere meg nem szűnik teljesen, tehát ezért kell belőle vágni. De álsebbá tényleg ámre, tehát igaz, hogy ez nagy mennyiségű tejemből beleesett a hús, ez elég ahhoz, hogy semmisnek nyilvánítsa azt a sok sót, vagy azt a bizonyos mennyiségű sót, ami a húson van, mert 60-szor annyi ez a tej, mint a hús. De erre az, ez igaz, hogy hihetnénk azt, hogy ez semmisnek nyilvánítja, de nyilvánítódik, de amíg ez a 60-szor mennyiségű tej nem teljesen gyakorlatilag nem történik meg, hát mondjuk ez egy kémiai folyamat, beesett a hús,
és elkezdi feloldani, megszüntetni ezt a sóságot. És mivel ez nem egy pillanat alatt történik, hanem ez mégis valamilyen folyamat, amíg el nem érünk egy bizonyos pontot, addig a ízátadás az igaz, hogy megtörténik. Tehát mielőtt még sem teljesen megsemmisülne az íz, ezért a spikába szellő lóabb és jurkirékében egy hényi vastagsági tenyeves, hol ki, vannak, aki ezzel nem ért egyet, és azok, akik nem értenek egyet, azok úgy gondolják, hogy a filuhár béhaláv énbeko holeva telkoachmer, hogy még sok só se tudja semmisé tenni, meg semmis tenni ezt a sóság. Sok teljese. Hár béhaláv énbeko holeva telkoachmer, akkor a só az erős, és valaki ezt mondja legalábbis, mert akkor már csak víz, és nem tej az, amivel meg lehet semmisíteni a, annak a sóságnak az erejét. Tehát ami elég erős, ahhoz elég biztos az, hogy lemossa róla a sót. A sónak ereje van, levlia lecha vetam bichli, tehát bizonyos szintű, vagy mennyiségű folyadék kijön belőle, ha melechlevlelechávetá. Tehát a sós étel darab, az kiadja magából az ízt, és ez egy folyós valami, ami levlelechávetá, és ízt is állat a fazékba. Mennyi mennyiségig? Egy fény mennyiségig. Ach, én meg ha melechlevlelechávetá, minakli. De arra nem elég ez a sóságereje. Tehát a sóságereje ez elég ahhoz, hogy átadja az ízt a fazékba, de nem fogja minhaki, de ha a hús az edényből nem fog átjönni az íz vissza, például, hát a vár annak, ennek, amit most mondtuk, az a jelentése, simlem a sársam számbaszár maluahmi kriz halavja, hogyha valaki például beletett sós húst egy teljes fazékban, teljes edénybe, a kliászer, akkor az edény tiltottá fog válni, kívánsíval kíváncsi, vláb és jól kedélyki pármi támog a szár. Tehát az edény tiltottá válik, tehát részlővén, mivel egy hényi vastagságig behatol az íz a húsból, áhába szár mutat, de a hús maga az nem válik tiltottá, csak a fazék. Kíváncsi, akkor ha melechláflit kláltál minhakli. Mivel a sónak nincs annyi ereje, hogy ízt vegyen át a fazékból. Mechenim sem számmenek, hogy kli, halabi neki, hogyha valaki egy tiszta, teljes edénybe valaki sót tett, és utána, mert hogy ezt a sót, ami beletett ebbe a teljes edénybe, mert hogy tehát az a só, ami visszamaradt ebből a sózásból, mondtuk, hogy sót tett oda, ha baszár mutár. Tehát, hogyha utána sózták be, akkor megvan engedve a hús. Kíván sem melak lobbanak le, mert a só egyáltalán nem vett át ízt a húsból, tehát ott volt a fazékban a hús és a só, és akkor a só nem nyelted ízt a tejből, és ebbe klise én bekohó ligrom, se kliflotám. És nincs annyi ereje a fazéknak, hogy átadodjon íz, az íz. Se én bekohó ligrom. Onnál nehát hila, én lehistem mesbe, mint hosszá, amád, be klíjhala, vilavaszár. Tehát tényleg, gyakorlatilag az a tanács, hogy valaki ne használjon sószórót, húsoshoz is, és teljeshez is, sem át, hogy klicha la vile baszár. Én is teljesben vagyok. Tehát ne is használja az ember azt a sót, ami teljes sószóróval volt, ne használja az húshoz, és vehen én lehet kell a színbaszár maloak, hogy klitréfe. És még egy dolog, lehet hila, tehát idás esetben az ember ne tegyen sózott húst, tehát köszönött húst tréfliedénybe, ahbe diavád mutár kumosikatú. Tehát ha mégis megtörténik, valaki tréfliedénybe tette, akár tudod
Minden meg van engedve. Továbbá is. Jud Gimel. Jön. Koldinem Eliach Kerotech, tehát az, hogy a sós az forrónak számít, azt olyan esetben mondjuk, Ela Beofen Sem Eliach Maflita Lachut Lemelmachá, tehát amikor a sós étel kiveszi a maflit, az étel Lachut Lemelmachá, az ételből kivesz, tehát megkapja az ízt, a héhásem elichá, én nem mociak rá lakot. Tehát, hogy olyan sóságról van szó, ami nem ad ki folyadékot, tehát ugye a sóság az, az ki okozza az, hogy a hús vagy egyéb dolog folyadékot adjon ki magába, és ez segít az ízátadásban. De hogyha most olyan esetet mondod, valami teljesen tényleg száraz, teljesen száraz, például a macesz, obaszásé, itt jebbes, hogyha valamilyen hús kiszáradt, megszáradt, vagy én buklálakhúzit, már semmi nedvesség nincs benne, akkor nem mondjuk azt, hogy maliakkerotek, vagyis a sós dolog, ez forrónak számít, a filu immel hó bármémel. Még akkor is, hogyha sok sóvá sózták be, akkor se. És azt mondjuk, hogy én maliakkerotek. Tehát a sós hús az nem számít forrónak. Csak ha tényleg forró ez alapján. Meddig menjünk? Kezdődik egy új Judálet. Tessék? Kezdődik egy új rész. Mehet még a Judálet, ha gondolod, még öt sor. Az öt sor, akkor menjen. Tehát, oké, de hol más sem már? Tehát mi amit mondtunk, hogy Simfahot Misur, Mihavetir, én Kládin, Meliakkerotá. Tehát igazából alapvetően az az elv, hogy a sós dolog az forrónak számít, az elvileg nem vonatkozik olyan esetre, amikor csak annyit sóztunk be valamit, hogy húsúsunk vele, tehát nem kaserolás szintén lett besózva. Ze én elakesel lo zár mechamát a melichát cizmavas. Ez tehát, amikor amit, ez a mondat, amit előbb mondtunk, hogy csak hogy igazából elvileg, de ilyen sós húsra nem is vonatkozna. Ezt akkor mondjuk, amikor folyadék nem jön ki a sósság esetére. Nem minden étel, ha besózzuk, ad ki folyadékot, de hogyha igen, akkor éves ez zápcírma más mechamátam liha, hogyha kijön a sós húsból lé, a filu a melichá se mechamátá závacír más miattáme ott. Még akkor is, hogyha annyira lett besózva, csak nagyon kicsit lett besózva, de mégis látjuk, hogy folyik ki belőle folyadék. Tehát a círac mónek sávkerot. Tehát ez a húsos lé, ami kijött a húsból, a sózás miatt, ez maga forrónak számít mindenképpen. Még akkor is, hogyha száraz amúgy az étel. Ez a hús lé, ami a sózás miatt kijött, ezt forrónak számít. Kol eseri gá, be círi bláknon kiábrotá. Tehát aki hozzányúl ehhez a húsos léhez, az azonnal átadódik az íz. És akkor még van, akkor ez legyen legközelebb? Tehát van. Így van, és akkor 15-ig elmentünk. Jó, oké. Okay. Hát köszönöm szépen. Oké. Okay. Skaja, én köszönöm. És szia. Vigyázz magad, és jó egészséget. Köszönöm szépen, viszont szia.